Kifejezetten a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek oktatását és nevelését vállalta föl a Burattino. Nagyon sok sajátos nevelési igényű tanulónk van, próbáljuk jó helyzetbe hozni ezeket a gyerekeket, hogy tényleg kinőhessék a hátrányaikat. Ha nem szerzünk valami plusz támogatást, vagy plusz forrást, vagy valami olyan csoda nem történik, akkor lehúzhatjuk a rólót, azt tuti. Csepel-Kertvárosi részében van három gyerek otthonunk. Volt olyan szülő, akit kilakoltattak, és akkor arra kért bennünket, hogy így biztosítsuk a gyerekek ellátását. Jó kis gyerekszobája a mi gyerekünkeinknek, ez a Burattino iskola. Innen nagyon jól tudnak elindulni az életbe. Van a szegénységnek és a nyomornak egy olyan szintje, amit szerintem itt Budapesten nagyon keveset tapasztal az a réteg, aki ezt nem látja nap mint nap. Probléma a fűtés, nincs villany, probléma egy tál étel. Szia! Szia, Vidok! Hát te... A családias légkör az azért nagyon fontos, mert ott tud egy olyan bizalmi rendszer kialakulni gyerek és felnőtt között, amitől az a gyerek megtanul szeretni, megtanul tanulni. Miről tanultunk a múlt órát? A kilóról, a mértékegységekről. Ez egy melléknév, hogy ügyes. Ezt próbáld mondatba foglalni. A növendékeinknek roma származású. Itt az iskolában szerintem nincs cigány kérdés. Gyerek, gyerek. Pepita vagy néger, tök mindegy.